Van itt egy kérdés. Hogy van az, amikor azt mondják nekünk, hogy a mesterséges intelligencia nem ébred fel még a saját tudatára, hiszen csak hatalmas adatbázisokból dolgozik, tehát csupán rengeteg információ, gyors kombinálás után ad úgynevezett válaszokat, mert nincsen tudata, magyarán nem tud gondolkodni. Viszont, amikor megkérdezek embereket, jó magam, hogy mondják már meg nekem, hogy van-e egyetlen egy olyan saját gondolatuk, amik az övék. Gondolatok, melyeket nem másoktól hallottak vagy olvastak, hanem saját maguk küzdöttek ki, és az egy eredeti önálló új gondolat tőlük a saját életükből. Most akkor erre a kérdésemre mindig ugyanazzal a reakcióval kell szembesülnöm irányomban. Mindenki bambán néz maga elé, hosszú percekig, és egyszer sincs egy intelligens válasz. Úgyhogy, vajon az emberiség a tudását hogyan halmozta fel? Honnan van a kultúránk, a tudásunk összessége? Hány ember volt eddig körülöttünk, akik igazán képesek voltak gondolkodni? Vagy csak olyan lények vagyunk, akik a puzzle-t rakosgatják össze, és mások okosságait ismételgetik? Ezekbe az emberekbe kapaszkodunk? A mesterséges intelligencia, tehát ez a hatalmas adathalmaz, amit már évtizedek óta építgetnek, legtöbbször az engedélyünk nélkül, egy bizonyos lény is lehet egy nap. Vannak nekünk önálló gondolataink? Vannak nekünk egyéni, saját kérdéseink, vagy csak mások bölcsességeit, mások életműveit ismételgetjük? Illetve azokba kapaszkodunk? Legtöbben. Számomra ez itt a kérdés. Felébredt tudatosságról handabandázunk magunknak, egymásnak, miközben vannak egyesek, akik már kimerik mondani, hogy például a művészek a társadalom vérszívói, és meg sem érdemlik, hogy életben maradjanak. Igen. Bizony a politika és egyéb erők által ügyesen megkreált, felépített híres emberek is kimondták ezt, nem is olyan régen, a jelenlétemben. Tehát személyes tapasztalatról számolok be nektek ezzel is. Felmerjük tenni a könyveinket a polcra? Elmerünk szakadni néhány percre a kulturális formáinktól? Merünk csendben maradni egy rövid ideig? Képesek vagyunk egyedül maradni a gondolatainkkal? Már ha léteznek ilyenek? Kik is vagyunk mi? Én most éppen Fogel Frigyes voltam. Egy bot csinált a filmes. További kellemes gondolkodás.